Ezt még kiadtam magamból, mielőtt elkezdjük a műsort. Szóval, hogyha majd belelihegek, vagy ilyesmi. Most belelihegek, Pisti? Slörp. Még mielőtt elkezdenénk a mai adást, szeretnék a volt feleségemnek szólni. Erika, 2 hónapja nem láttam a gyerekeinket. Én is az apjuk vagyok. Légy szíves, hogyha ezt nézed, ezt a mai műsort, akkor hívjatok fel telefonon. Nagyon szeretnék már legalább velük beszélni. Köszönöm szépen. Ez a GRDG Podcast. Pörögjön az intro. Ez itt a 94.8 GRTG Rádió. Api, Pisti, Krisz és Fanni. Lovagoljunk most a podcast hullámokon. Hajt, hogy elvigyen a gyönyör. Szólj a szomszédnak, hogy nyomja ki a Balázsékat a rádiós módon. Most a podcast istenek beszélnek. Ez itt a GRDG Podcast 6. évad. Get down. GRDG, 100 epizód, együtt, a 3 koma. És ezt veletek szeretném megünnepelni. Előző héten már bejelentettük, hogy 2024. szeptember 6-án, azaz pénteken nézed ezt az adást, akkor egy héttel későbbi pénteken találkozzunk, a helyszín pedig bam-bam-bam-bam-bam. A fügében, abban a fügében egy privát bulit tartunk. A belépés ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött, az előző vagy akár ennek az adás leírásában találhatjátok a formot. Ebben a pillanatban, amikor ezt veszük, már csak 30 hely maradt szabadon, úgyhogy aki lemarad, kimarad, még 100 epizódot kell várni, úgyhogy siessetek, írjátok be magatokat. Puszi, sziasztok! Na hát, srácok, a hétvégén Szigetcsúcson jártunk, és mi minden férfi a dzsungelben, a vadonban tábortüzet raktunk. Nice. Tábortűz volt, és most te, Api, nem voltál velünk a hétvégén, ezért veled szeretném ezt a drámai helyzetet, ezt a dilemmát igazából vázolni. Aha. Tehát ugye a tábortűz körül hatalmas ilyen filozófiai mélységekben mentünk, és az egyik gondolat az volt, hogy mondjuk képzeld el azt, hogy valami szörnyű baleset történik itt a stúdióban, mondjuk felrobban a roadcaster. Úristen. Pont egy olyan adás van, ahol csak te és Pisti vagytok bent, aha, és Pistiből egyetlen egy dolog marad, a pénisze. Belőled minden megmarad, kivéve a péniszet. Ezért kiderül, hogy Pisti rajta van a donor listán. A donor listán. És hogy rád varják Pisti péniszét. Felkelsz az ilyen egy hónap kómából, így látod, hogy be van fáslizva a pöcsöd. Letekered róla a fáslit, és egyszer csak életedben először látod Pisti péniszét, de a te testedben. Tehát, hogy a te tested már az. Érzed. Én nagyon szívesen, tehát én tényleg, ha erre kerül a sor, akkor légy, ha használjátok fel a péniszemet. Ez a donor dráma, amit fölírtám, az meg a táblára. Ez a donor dráma téma. Tehát, hogy ezt a helyzetet azt szerinted tudnád-e kezelni? Hát, azt mondom, hogy attól függ, hogy mekkora. Hát az egy gamble. A semminél jobb. Tehát az fix. Tehát maradjuk, hogy lehet, hogy így minden egyes használat előtt tudod így csinálnék egy ilyen. Köszönöm Pistinek. That's a real one. Igen. Így van, Szerbiában van már Pisti Tupákkal együtt, tudom, de nagyon szépen köszönöm a felajánlást. A nap végén az is csak egy szerd, hogy ugye az a szívátültetéses emberek is mondják azt, hogy így érzik azt, hogy mint hogyha... Ez már nem az eredeti? Mint hogyha így megváltoznának így egy kicsit így belülről, és lehet, hogy ez egy pszichés dolog, de hogy így, mint hogyha a másik... Elkezdenének olyan csajok bejönni, mint Pistinek. Aha, hirtelen például. Például hirtelen frufrus lányimádó lesz.
Vagy te nem, csak a farkad arra áll fel. Hát ezt mondom, igen, fel, hogy ilyen fura, ilyen ambivalens érzések lennének bennem folyamatosan. Aha. Az nagyon ütős lenne egyébként. Ezt beszélgettük ugyanezt úgy, hogy mondjuk, hogyha mondjuk a Krisznek a... Aha. Krisznek... Kikapja? Kikapja melyiket? Én kapom a tiédet. Te kapod az én pélómat, igen. És ugye pont ott volt a Krisznek a felesége, meg az én barátnőm, akik most éppen hatalmasat bondingolnak, és akkor ugye feljött, hogy de hát, hogyha én szexelni akarok a barátnőmmel, akkor az megcsalása is, hogy igazából megcsal... Tehát, hogy ezzel az én barátnőm megcsalja-e Krisz feleségét. Nem. A te barátnő megcsal-e téged. Igen. És én megcsalom-e halottan a feleségemet. Igen. Hogyha Pisti az én péniszemmel. Érted. De Pisti a te péniszeddel elintézheti még a feleségedet, miután te meghaltál, mondjuk. Ez egy másik kérdés. Hát igen, ez egy másik kérdés. Milyen díszen dolog? Tehát, hogy a díszen dolog, azt beszéltük, hogy az, hogy mindenkivel szakítani, és teljesen új lapot indítani. Igen. Tehát, hogy én nyilván nem tudnám, tehát én nem tudnék a te feleségedre úgy nézni, mert hát odalent az máshogy működne lehet, de hogy... De hogy odaig nem szabad elmenni, mert tehát, hogy túl közel vagyunk, de a barátnőm se tudna úgy nézni egyébként az ő barátnőjére. Látja, igen. Meg látja a Brédet, és engem lát. Tehát, hogy oh, meg a varráson belül engem lát. Mint amikor így összefolyik a folyóvíz a tengervízzel. Látodok már ilyet, amikor belefolyik a folyó a tenger, és teljesen más színű a kettő egy ponton. Szóval, hogy így tudom elképzelni, hogy ilyen kőkemény pigment különbség van a kettő között. Hát nem tudom, ez egy nagyon fogós kérdés amúgy szerintem. Tehát, hogy ezért ez... Az első faszverés is egy ilyen kérdés, hogy így megfogod. Hogy így... Azon is gondolkodtam, hogy így abban a pillanatban mondjuk ennél a sztorinált egy a kezedbe veszett Pisti pélóját, és így mint a Star Wars 6-ban megjelenik Pisti szelleme Bré nélkül, és mellette lebeg a te péniszed, és mind a ketten csak így néznek rá, hogy go champ. Igen, mint Luke a tábor tűznél, igen. Pont. Amúgy, hogyha Pisti, tehát ennél kezdve új lapot indít, vagy te akár egy új lapot indítasz, és akkor elkezdesz emberekkel, új embereket találni. Onnantól kezdve Pisti a halála után még zsákol? Úgy számolódik, hogy így... Kihez számolódik? Igen, hogy élt 2024-ig, levart 30 nőt 2025-ben. Mind a kettőtökhöz számolódik. Te hozzád fixen számolódik, de hogy Pistihez számolódik-e? Szerintem az mind a kettőhöz számolódnia kéne. Tehát, hogy az... Érted? Valószínűleg Pistit már nem nagyon fogja érdekelni, úgyhogy már nincs. Tehát, hogy az egyetlen dolog, ami maradt belőle, az érted egy pénisz. Hát, vagy lehet, hogy ugye ez a donor dolog azért durvább, mint gondoljuk. Hogy olyan lenné, mint a pókember egyből a zöld manó, így beszél hozzá a pöcs. You are weak. Nem akarod levarni a frufrus lány. You are disgusting. Úristen. Ez nagyon szeretem azt a William Dafoe alakítást. Hát ez vicces lenne. Hogyha mondjuk lenne egy balesetetek, és aztán azt mondanák, hogy szerencsére te egy ilyen nullás pénisszel rendelkezel, ami mindennel kompatibilis, ezért általad szabadon választott ember esik, eshet éppen kómába, és adhatja neked a péniszét, akkor kit választanátok? Aztán, hogy kinek adhatom a péniszemet. Az is lehet. Tehát, hogy kinek adhatom a péniszem, arra jobban tudok választ mondani, mert nem tudom, hogy kinek milyen pénisze van egy nagy általánosságban. Feltételezni lehet, igen. Feltételezni lehet. Tehát, hogy így kinek adnám a péniszemet, én odaadnám egy transz férfinek, hogy így, tessék, használd. Mindig is ez a, mindig, tehát ő biztos értékelni fogja, ez, mert ez mindig igaz. Akarta. Egy férfinek adom, akkor lehet azt mondja, hogy ez görbébb, vagy ez nem olyan peckes, vagy nem tudom, tehát így, ott már van az, hogy így már tudod hasonlítani a sajátodhoz, de hogyha egy transz férfinek adod, az úgy van vele, hogy így, úristen, egy igazi pélón van. És hogy sokkal jobb. Ápolva lenne, vigyázni. Tehát, hogy ez olyan, mint amikor így elköltözöl, és hogy így a kutyát mondjuk nem tudod magaddal vinni, és ez egy nagyon nehéz, szívszorító pillanat, hogyha mondjuk így ez történik. Aha.
És hogy így valakinek oda kell adnod azt a kutyát, aki amúgy téged szeret. Igen. Te vagy az Isten a szemében, és hogy kinek adod oda, és hogy annak akarod odaadni, aki tényleg vigyázna rá. Aha. Tehát, hogy ez akkor ez nagyjából hogy úgy néznek ki még a fejedben, hogy így vinnéd egy ilyen kis dobozkában a levágott lőcsöt, és akkor így ott lenne egy ilyen nagyon helyes házas pár mondjuk, így belenézinek a doboz, és így nem tudjuk elmondani, hogy mennyire hálásak vagyunk ezért. Gyönyörű. És csak így állsz, és hogy így tudom, ne engedjétek, hogy hátraforduljak, mikor most kimegyek ezen a kapun, csak menjetek, csak is szeressétek, és így mész ki, így kicsit hátra nézel még a kapun, és így ők így nézik, dobálják, tudod, mint hogy... Eszméletlen boldogok. Olyan, mint Toy Story 3-ban, amikor odaadja a játékait az Endőt másik kislánynak, hogy így annyi emlék fűsz hozzá. Igen. Hát jaj, én még mondanám, hogy ez a gumit mindig húzzatok, jó? Nehogy elkapjam valamit. Mondjuk az ilyen transplantációs dolgok amúgy tök félelmetesek szerintem. Földobott egy shortot még pár héttel ezelőtt nekem, ahol így az volt, hogy leműtöttek ugye két majomnak a fejét, és az egyiket átrakták az egyiknek a testéről a másikra. Oh my. És még legalább több napig élt utána az. Tehát, hogy, nagyon kemény. Tehát, hogy a fejedet, hogy leműthetnék, tehát hogyha összetudnánk amúgy kötni amúgy a gerincvelődet, és tudnál utána járni, akkor lehet, hogy át lehetne műteni a fejedet egy másik ember testére teljesen. Damn. Az milyen király lenne, nem, hogy egy ilyen, kb. Egy ilyen legó ember lennél a nap végére, mert szinte minden végtagodat ki tudnád cserélni. Ez lenne a jövő, érted, hogy így bemész, érted, a body shop. Konkrétan a body shop, érted, átmegy a mongós ajak zsírokról, így elindulnak, és így inkább elkezdenek rendesen body shopot. Igen. Body shopként működni, még nem is kell, érted, nagyon nevet változtatni hozzá, és így bemész, és így választasz magadnak új cuccokat. Igen. Új kéz, új láb. Az nagyon király lenne. Összeraknád magadat, bemész, csak leemelik a fejedet, átrakják, aztán mehetsz is. Ez nagyon cool. Ez tök jó lenne egyébként. Most ennek egy ilyen kisebb verzióját olvastam még egy-két év, aztán, hogy mennyi igaz belőle, azt nem tudom, de hogy ugye állítólag már 3D nyomtatnak szerveket, ilyen prototípusként, és hogy ez így nagyon megváltoztathatja így a tehát, hogy maga a szervkereskedelem, illetve ilyen dolgoknak a csökkenését okozhatja, hogyha ez tényleg sikerül, hogy meg a donorra várók listája is ugye gyorsabban tud haladni azzal, hogyha amúgy nyomtatott szerved van. Wow. És hogy én inkább az ilyen dolgoknak örülnék, hogyha lehetne a body shopban benni, tehát ilyen belső májat. Hát jaj, mert hogy azt gondolom, hogyha belülről tudod ezeket a dolgokat cserélni, Az alkoholistáknak soha nem kell most már leszokniuk, akkor érted, hogy nem mindig egy ilyen... Tesó, veszek egy új lépet, vagy... Ja, csak annyi, hogy úgy kell élni az alkoholistáknak, hogy mondjuk egy ilyen 100 millió forintot ki tudjanak termelni mondjuk X időnként. Igen, ez kemény. Van, akinek belefér rosszul. Hát, hogyha lenne 3D nyomtatni, nem kerülne annyiba, hanem az, aki hidd, hogy lemenne az ára, annyi lenne az ára, mint egy kocsinak szerintem. Ez kész. Ez nem vicc, tehát, hogy így... Ja, de hogyha mondjuk ide eljutnánk, akkor azt gondolom, hogy az ember élet is meghosszabbodna. És az, hogy kívül megöregedsz, akkor megnyomtatsz magadnak új bőrt. Jó. Tehát, hogy én nem feltétlen változtatnék testet, csak mindig új bőrt nyomtatnék magamnak. Ez egy Tézeusz hajója, Krisztián, tehát, hogy mennyi dolgot tudsz magadon lecserélni addig, amíg így ugyanaz az ember marad. Meddig marad Krisztián a dolog. Igen. Valószínűleg az agy lesz a kemény rész, mert hogy azt szokták mondani, hogy most így lehet, hogy kitolódik az emberi élet 100 valahány évre, tehát most nem tudom, 120 mondjuk, mondok valamit, és akkor, hogy így ezen kitolódik a munka, meg minden, és hogy mondjuk tegyük fel, hogy 150 évig ki lehet tolni az emberi életet, de hogy itt az a probléma, hogy így az agysejtjeid ugyanúgy pusztulnak, tehát hogy így 150 évesen már nem, attól még, hogy hosszabban élsz, attól még nem leszel... Az utolsó 50 évet teljesen demensként élem. Ja. Tehát, hogy itt az a kérdés, hogyha agyat tudnak újat nyomtatni, hogy letöltik az adatokat, mint a telefonon is van ez a biztonsági mentés, hogy így X időnként le kell menteni az agyadat, akkor az... Yeah. Hát ez konkrétan a Cyberpunk 2077-nek a sztoria, érted, hogy egy engramként így letöltenének téged egy chipre, és azt csak így beraknák mondjuk egy új testbe. Yeah. Volt ez a Neuralink, ez nem ez akart lenni? Neuralink nem, az nem, az ilyen... inkább, hogyha mondjuk így
mondok valamit, Alzheimeres vagy, vagy mondjuk deréktől lefelé lebénulsz, nem? Tehát akkor inkább, hogy nem... Tudjál elmével is így, mit tudom én, számítógépet használni, vagy... Értem. Ja, meg, ja igen. Ezen gondolkodtunk a tábortűz között, ez azért vagy körül elég necces. Ott ültél, és ez jutott eszedbe. Van egy szám, ami a karamell lélek donort így 10 évesen átírtuk pénisz donorra viccből, de soha nem gondoltunk bele abba, hogy így ez mit is jelent, és elkezdte énekelni a pénisz donorral ezt a Pisti, és elkezdtem azon agyalni, hogy így amúgy ez a kifejezés, ez mikor használatos, hogy létezik-e, hogy pénisz donor, és hogy innentől kezdve már jött maga a sztori. A másik ilyen nagy sztori, ami jött, ez az, hogy nem tudom, hogy néztétek a Clifford a nagy vörös kutya című mesét a Minimaxon régen. Klasszik. Nem. De ismered. Mémekből. Szóval annyi a lényeg, hogy van Clifford, aki utána néztem egy vizsla per labrador per bajor véreb keverék, tehát ezeknek a keverékeiből van, és megtalálja egy kislány, azt hiszem, és akkor még kicsi, befogadják, és hirtelen megnő 12,5 méteresre. Oh my God. Az a marmagasság, az nem a hossza. Tehát, hogy... Ez nagyon kemény. 12,5 méteres, és ezen gondolkodtam, hogy így amúgy Clifford, a 12,5 méteres kutya, nagyon aranyos a mesében. Persze, hogy így mindenki, én is akartam gyerekkoromban egy ekkora kutyát, mert meg annyira fán. De hogy így, mondjuk ez így mennyi problémával járhat amúgy egy 12 méteres kutyának a fenntartása? Mint hogy például 2 tehenet megeszik mondjuk egy nap. Tehát maga az etetése, igen. Tehát az, hogy azt a részt nem mutatják, amikor így konkrétan így egy gulyát így megeszik a napi szinten. Amúgy az ilyen félbe harap egy tehenet, konkrétan. Igen, tehát, hogy így... ilyen horrorisztikus dolgokra képes. Csak a véres legelő marad utána. Igen, és az is full sárga, mert összehúgyozta az egészet, mert megjelölt. Szóval azon is gondolkodtam, hogy mekkorát szarhat, és hogy én egy rövid számolás alapján, amit így az interneten találtam nagyjából adatokat arról, hogy mekkorát szarik egy kutya, azt felszoroztam ezzel a hogy mekkora egy vizsla, olyan 60 centi körül van, és akkor 12,5 méter Clifford, és akkor ezt így arányosítottam, és azt látom, hogy egy szar az 4,2 kiló lenne Cliffordtól. Általában a kutyák 1 és 3 között szarnak, tehát mondjuk átlag 2 kuláznak a kutyák, tehát ez azt jelenti, hogy napi 8 kiló szarral kell megbirkóznia ugye ott a tulajdonosoknak. 8 kiló. De hogyha jól tudom, Clifford azon kívül, hogy hatalmas, attól még ő ugyanúgy kutya. Tehát, hogy nincs tudom, egyéb varázs képessége, ha jól tudom. Tehát ő kutya. Csak... Hogy lett nagy, ezt nem lehet tudni. Nem tudom. Én biztos, hogyha néztem volna úgy rendesen, tehát hogy így season 1, epizód 8 az átalakulás, vagy valami, és nem az lett volna, hogy csak így oda kapcsolok, akkor valószínűleg tudnám. De azon gondolkodom, hogy mondjuk így, hogy jön egy postás, akkor így széttépi a postásokat, amúgy Clifford. Tehát így postásként amúgy, hogyha tudnám, hogy van egy 12,5 méteres kutya, akkor én oda így nem vinnék levelet, de nem, hogy oda, hanem így a környezete. Nincs egy hatalmas villanypásztor odarakva a lakás köré, hogy a Cliffordot megmentsék. Hol a francba tárolják Cliffordot? Mert ne haragudj már, érted, hogy jön egy postás, akkor mint egy ilyen sósvízi krokodil csak így elkapja, és így berántja, érted, a kerítésen belülre gyanítom, és így tudod, így konkrétan egy harapásból így eltöri így az összes csontját, érted, a postásnak. Hát igen, azt mondom, hogy egy óriási kutyaház a kertben, ha jól tudom. Ez nagyon ami akkora, mint a ház. Ez egy panel. Sőt, nagyobb, igen. Azt tudom, hogy... Ja. Igen, tehát hogy azért, tehát hogy a való világban így, ahogy mondjuk Clifford megnő pár méteresre, és így ez így tudomására jut a környékbelieknek onnantól kezdve így, tehát hogy nem látnánk Cliffordot többé. Tehát hogy az biztos, hogy a titkos szolgálat elrabolná valahová, és vagy tényleg brutál módon lemészárolná, vagy állatkísérleteket végeznének rajta, tehát hogy ez szinte biztos. Igen, ledobják a közel-keleten Cliffordot, hogy ja, betanították, hogy tépje szét a, nem tudom, az ellenségeket. Osama Bin Ladent. Az meg érted, így... Kiszagolja Osama Bin Ladent Clifford, csak így felássa a barlangot. Azon nevetek értettek, mekkora redrakítja lehet az öregnek, tehát hogy így... Konkrétan, az biztos, hogy vörös, tehát hogy az nem olyan lehet más színű.
belóg az ablakon, érted? A Rudi. Csak te annyit látsz, hogy... Kinézze az ablakon, és ilyen himbálózik, bazd meg a Rudi. Egy tossza a lakást. Igen, igen, megdugja a házat. Hát meg azon is gondoltam, hogy ha ő is fél a tűzi játékoktól, és így elszabadul Szilveszter, akkor így lerombolja a félvárost. Kaiju. Hát így Godzilla konkrétan, tehát hogy egy ilyen megzavarodott kutya. Hát konkrétan. Én csinálnék a Cliffordnak egy olyan verziót, hogy Clifford veszett lesz, és hogy így az egész városnak meg kell állítani a nagyvörös kutyát. 12 méter az olyan, mint egy 5 emeletes ház körülbelül. Szerintem... Ja. 5 emeletes ház, és így még mondjuk nem állt két lábra. Ott voltál a hétvégén, és ilyeneken agyaltál? Igen, igen. De az abszurditáson kívül amúgy, tehát hogy én abszurd dolgokról beszéltünk a hétvégén, és hogy voltak ugye ezek a fantasy szintű abszurd dolgok. Mm. De hogy történtek az a héten amúgy abszurd dolgok olyan, amik a való életben történtek. Mondjuk azok is inkább olyan fantasy szintű dolgok voltak. Igen, ezek is kicsit fantasy szintű. Ez a Vig gólyatáborra gondolok, tehát hogy a BME Vignek gólyatábor az hatalmas port kavart idén, hogy hát mit csinálta, ilyen katonai keménységgel próbálták tartani a gólyákat, hogy megmutassák, hogy ki a fasz a gyerek, hogy nem mindenki válhat vikkessé. Talán mélyebben tudjátok a sztorit, hogy mik történtek, csak hogy csak hogyha valaki nem olvasott róla. Hát voltak ugye a csúcspontok, ez voltak a leghíresebb sztorik, ugye az egyik az egyértelműen a nem használhatsz kotont, mert akkor kevesebbet fogsz majd szexelni, ami... Ez ennél nagyobb hülyeséget nem hallottam. Ez többsebből vérzik, tehát hogy amúgy alapból szerintem a legnagyobb erényöv, amit kaphatsz, az az, hogy vikes vagy. Ezt akartam mondani, hogy sok esélyed volt amúgy is. Ezek amúgy 18 évesen azért nem igazán állított meg minket szerintem az, hogyha mondjuk nem volt gumi este amúgy. Tehát, hogy így, de lehet, hogy ez csak így. Reméljük, hogy megállítaná a fiatalokat, tök jó lenne, ha így lenne, csak hogy... Csak kibasztak velük, de hogy nem fogja megállítani. Tehát mindig... Igen, hogy így megteremted azt a helyzetet, hogy amúgy ténylegesen veszélyes legyen amúgy a szituáció, ténylegesen amúgy érted, úgy szaporodjon a HEPA, ahogyan csak lehet be ezek a táboron belül. Nyilván nem, mert amúgy 90-95%-a gondolom srác ennek a tábornak. Hát de akkor is jobb lett volna, ha marad a gumi. Tehát még a srácok között is, hogyha... Egyébként igen, tehát hogy erről meg aztán pláne. De hogy ezt nem értem, hogy milyen eszmefuttatást. Hogy ez, nem lehetett bevinni, tehát hogy elkobozták tőlük a gyógyszereket, a kaját, amit be akartak vinni, piát azt nem tudom, hogy elkobozták, egy lehet az, amit nem emlékszem. Aztán mondták, hogy ne vigyenek piát, én illetve adottam, ne vigyenek piát, mert hogy úgyis lesz. Aha. Tehát igazából nem volt nagyon miért. Kaját nyilván vissza. 2 percig lehetett szarni a WC-n, tehát ilyen katonás rendet próbáltak amúgy tartani a szervező urak. Évleg azért, mert ugye ez hagyomány. Ez a igen, ez a hagyomány, hogy szopatják a gólyákat. A gólyákat lehet szopatni, szerintem ez tök jó, hogy a gólyatáborban így vicceskedünk, tudod meg, hogy így kicsit így szivatnak. Ez vicces. Na hát ez az, hogy tehát, hogy az, hogy így te stopperra kell kuláznod, az a nap végén mit edz meg benned? Tehát, hogy most az megedzi a mentalitásodat, hogy megedzi a végbeledet, vagy mit? Ez tehát, csak hogy... power trippelés volt. Nincs szerintem mélyebb gondolat az egész mögött, hogy ez miért akarták ilyen katonai. Ezen én tuti kiaggattam volna. Tehát ez lett volna talán az, ahol én ott mondjuk gólyaként így azt mondom, hogy egy ember hagyjál már békében szarni. Tehát, hogy így amúgy most tényleg, amikor így mondjuk a szemedben néz egy 18 éves gyerek, és így számon kér azon, hogy figyelj már öreg, amúgy itt vagy, hány éves vagy, 23 vagy 24 éves vagy, és komolyan azon pattogsz, hogy amúgy 3 percig kulázok-e, tehát hogy így erre szerintem nincsen jó érzésű ember, aki ezután azt mondja, hogy így ja, hát az a szabály, érted, azért csak elgondolkodsz egy kicsit, nem, hogy ez lehet, hogy tényleg amúgy hülyeség. Én nekem az volt a fejemben amúgy, hogy azért mi elég sok ilyen tábort szerveztünk szerintem még az egyetem alatt, és hogy, tehát hogy amikor így összeülnek, érted, így ezzel a tábor szervezést, és így elkezdenek ezen gondolkozni, akkor és így van egy, gondolom van agenda menedzserük, ha nincs, akkor nem értem, hogy miért nincsen agenda menedzserük, de ezt így összeállítják, és így
és így megszavazzák, vagy így eldöntik, hogy igen, ez így egy jó content lesz a táborra, tehát hogy ezután így azt fogják, tehát hogy megkapják az elvárt így érzést mondjuk a résztvevők, tehát hogy így ezt így leültek, és ezt így leokészta egy csapat ember a szervezők közül, hogy ez így rendben van. Valószínűleg az egész szervező gárdának ez egy ilyen közös intellektuális terméke. Ami csak azért csalódás nekem egy kicsit, mert hogy amúgy a VIK az egy csomó király kulturális dolgot kitermelt magából. Tehát a Schönherz kupa is, azt hiszem, hogy ott van. Schönherz Matrix. Szerintem ezek mind a karhoz köthetőek. Fogalmas. Amellett, hogy egyébként nyilvánvalóan az egyetem meg a kar az egy nagyon nívós intézmény, de hogy ez egy kicsit proli, pedig aztán bazeg a BGE-nél amúgy kevés prolib közeg van szerintem, ahol mi is jártunk. De várjunk, tehát hogy ez az utóbbi években történtek gulyatáborokról, szivárogtatások, tehát volt az eltés erőszakolós dolog, tehát hogy azért így kikiderülnek azok, hogy miket lehet csinálni amúgy ezekben a gólyatáborokban, és én a nap végén azt érzem, hogy így eddig csak el tudom képzelni, hogy vannak commerce gólyatáborok, ahol tényleg az ismerkedés a lényeg az, hogy jól érezzék magukat a gólyák, van egy pici szivatás, vagy úgy így csak így olyan szinten, mint mondjuk nekünk azokon a táborokon, amit mi szerveztünk, hogy volt egy fun team nevű csapat, ki esténként megjelent, és akkor akik amúgy nagyszájúak voltak, vagy akik pofátlanabbak voltak, azokat így megszivatták, ennyi. Ennyi volt a gondolat mögötte, de hogy itt azért ilyen kollektív szivatás van. Én azt is értem, hogy a katonaságnál miért cosplayelni a katonaságot, miért illik erre az egészre. Az a különbség, hogy a katonaságért még nem fizettél 40 ezer forintot, itt meg kifizetsz 40 ezer forintot azért, hogy halálra szopassanak téged x napon keresztül. És hogy én azt érzem, hogy amúgy van még ilyen gólyatábor az országban, és most nagyon ugye, most a VIK-ről kiderült az, ami évek óta történik ott, valaki így szivárogtatott egyet, és hogy úgy gondolom, hogy a legtöbb egyetemen amúgy ilyen gólyatáborok van, csak nem beszél róla senki. Például, és akkor itt akartam visszakapcsolni hozzád, hogy például nekünk is volt gólyatáborunk, ami résztvevők voltunk, ugye azokat nem mi szerveztük. Aha. És mondjuk azt mondjuk erősnek érezted? Fiú, engem nem azt mondom, hogy traumatizált, mert velem... Téged traumatizált a gólyatábor? Én nem azt mondom, hogy engem traumatizált, de el tudom képzelni, hogy voltak emberek, akiket traumatizált. Minden, amit a de előtt mondasz, nem számít. De tudom, hogy vannak olyanok, akiket igen, valószínűleg. Tényleg. Mm-hmm. Hát, annyira nem volt durva. Hát figyelj, mi számít durvának? Mik voltak a mi gólyatáborunkban annó? Tehát, mik voltak? Én később voltam egy évvel. Tehát, nem ugyanaz volt. Nálunk nem a katonaskodás volt a lényeg, hanem hogy mindenki legyen mesztelen, ez volt az egésznek a lényege. Tehát mindenki pucér legyen. Igazából volt egy ilyen amerikai pités feelingje az egésznek, hogy ilyen vicces volt, hogy te pucér maratonfutás. 10 évvel ezelőtt volt, akkor még menő volt az amerikai pite. Az amerikai pite az szerintem soha nem volt menő, de mindig hogy vicces volt. és például ez a pillanat ez megmaradt nekem, hogy ott állunk egy szál faszban, nyilván fogjuk a brét, és futunk valami random csávóval, és így rám néz, de nyilván tök részegek vagyunk, és így ránéz a srác, hogy hallod, van egy cigid. És így nézek rá, hogy hol lenne egy cigim? Szóval így a segjukamból vegyek elő egy, hogy honnan gondoltad, hogy van egy cigim? Ez egy jó poén. De nem is olyan kérdés, és nézd, hogy van egy cigid. Amúgy ilyen szempontból amúgy nehéz meghúzni, hogy hol van a határ a tényleg a tradíció őrzés, meg a teljes, hogy is mondjam, lealacsonyító körülmények között. Tehát, hogy amúgy mesztelenkedés. Én például úgy emlékszem a gólyatáborra, hogy én elég passzívan álltam ehhez, ahhoz, hogy így mondjuk túl így... Túl cool voltál hozzá, Pistin? Nem, én túl csíra voltam hozzá. Én party pooper voltam ilyen szempontból, mert annyira nem éreztem a vibe-ot, őszintén szólva, csak azért, mert kicsit olyan erőltetetnek éreztem az egészet, és van, aki tökre el tudta ezt élni, és annak valószínűleg jobb élmény volt például ezzel az energiával, mint mondjuk nekem, aki úgy mondjuk meggondolta kétszer, hogy amúgy mit csináljon meg mit ne. Uh-huh.
De hogy, tehát hogy itt van azért egy ilyen dolog, hogy nyilván, hogyha mindenki egyöntetűen benne lenne mindenben, így, és ez egy, tehát nem is úgy, hogy így saját magukat égessék le esetleg, hanem hogy mint csoport csináljanak közösen valami nagyon gáznak hangzó dolgot, akkor abból amúgy lehet egy csapatépítés ténylegesen. Tehát abból szerintem abból lehet, ott elérheti a célját amúgy a gulyatából. Ja, itt, nálunk szerintem ez volt, hogy egy-két ember volt, aki amúgy nem vett ebbe részt, és tényleg mindenki amúgy fiúk, lányok mesztelenül voltunk. És nyilván inkább, nekem ez volt inkább a kérés, hogy mondjuk, hogy a lányok éreztem, hogy az elén kellemetlenebbül érzi magukat egyértelműen, mert most így a fiúk így tesi öltöző, aztán kész, de hogy ugye ez elég koedukált volt ez a dolog. Volt a Guantanamera nevű feladat, amikor egy szál pöcsben vagy a medencében, és akkor így fogjátok egymás vállát, és akkor így a végén így van egy ilyen hú-há, ilyen mozdulat, és utána fog meg a kettővel előtted levő vállát, meg hárommal előtted levő vállát, és hát már szinte olyan, mint a kurnátok a medencében egymással. Az már mondjuk így, ott már látom, hogy sok embernek az már annyira nem tetszett, én még ott is röhögtem, de hogy a legdurvább, és nem erőltették rá az emberekre, ha belegondolok, hanem csak szimplán így mindenki nagyon jó fejnek akart tűnni, és én olyan szintű dolgokat vállaltak be, ami most csak, hogy a példát hozzam. Tehát, hogy seg pucéran akadályverseny volt az egész pucérmaraton lényeg, és volt egy megálló, ahol leborotválják a segged, meg a szemöldököd. És nekem, én mondom, hogy a szemöldökömet nem, úgyhogy akkor a seggemet borotválják le. Sejtem, hogy hol fog most kiukadni, de folytasd, igen. És beleborotválták egy laborba a seggemet, és volt a legjobb csaj az évfolyamon, és azt mondták, bekiabálta valaki poénból, hogy ha azt valaki megissza, akkor 100 pont a csapatnak. És a legjobb csaj az évfolyamról belekortyolt abba a laborvízbe, amiben segszőr, borotvahab és víz van. És hogy így emlékszem, hogy ez volt az a, tehát hogy ez volt számomra traumatikus igazából. Számomra volt traumatikus végignézni. Krisz, nem vagy jó ilyen disaster turista amúgy, tehát hogy ez itt a probléma szerintem. Jó, de hogy tehát, hogy érted, nem szórakozó jót a káoszon, meg a romláson és a pusztuláson. Nem erről van, meg... Tehát, hogy... Ez olyan, mint a traumatizálódnál egy természeti katasztrófán, érted? Miközben részese vagy, tehát hogy miért? Igen, az ország az megesik, mondjuk. Hát, de érted, de miért trauma? Érted, úgyse tudsz vele mit csinálni, ez így most éppen megtörténik. Így el kell fogadni, hogy így, érted, ott volt a csaj, bazd meg, és így itt a borotva habot, meg a sekszört, és így ez van, érted, így go with the flow. Éld el, én szétadtam az egészet. Szerintem a mi gólyatáborunk amúgy tök jó volt. Aha. Így, szerintem egy tök jó élmény volt, nem voltak erőltetve a dolgok, igen, fánok voltak, viccesek voltak a feladatok, nyilván szerintem intellektuálisan kicsit alacsonyabbak voltak a hökösök, mint amúgy amilyennek vártam volna ők, tudod, mert nem a legélesebb kések voltak mondjuk a fiókban. Ez nem arról szól egyébként, érted? Kinek a legnagyobb állat erről szólt igazából, de inkább csak arra gondolok, hogy szerintem azok az emberek, akik eljöttek egyetemre, és mondjuk nem ilyen beállítottságúak, azok szerintem ugyanúgy nem tudták élvezni ezt az egészet. Nem lehet mindenkinek megfelelni. Amúgy egyébként az, hogy nincsenek erőltetve dolgok, az annak van egy szépsége szerintem. Tehát, amúgy mi is jártunk, emlékszem, utána volt ilyen haveri szervezésű tábor, ami ugyanez volt, csak talán még durvábban, amit itt a Tiszató környékén rendeztünk meg, hogyha így esetleg leesik, hogy ez mire gondolok. Én voltam kétszer is, vagy talán egyszer háromszor, volt, és ott olyan dolgokat láttam, hogy soha nem fogom elfelejteni, és most nagyon válogatnom kell, hogy mi az, amit itt hajlandó vagyok elmondani, de hogy undorító volt, és nagyon, nagyon tetszett. Tehát kurvára élveztem. Az más, de annak a tudatával mész le, igen, hogy ott ilyen dolgok fognak történni. Igen. Gólyatábor az azért netszó, mert hogy olyan, mint amikor levelet kapsz Oxfordból, és nem tudod, hogy mi a faszra számít. Igen, de ott belépsz. Úgy mentél, hogy tudtad, hogy lesz például sokkoló akadálypálya, vagy... Igen, ugye, meg érted, mit tudom én, chili evőverse, ott van ez csak csirke nélkül, hanem csak paprikával meg. Tehát, hogy ezek a... Mi volt, még izé volt gáspré
verseny, ami csak azt jelenti, hogy arcon fújnak gásprével, érted? Tehát, hogy... Most a legnagyobb klasszikot nem mondjuk el. A legnagyobb ja. klasszikot nem mondjuk. Hát persze, a faszabi. Tehát az a faszabi, ami arról szól, hogy kiáll két darab ember a tömeg elé, felhúzza a fitymáján a bőrt, rákjön egy kis vaszabit, és az nyer, aki tovább bírja. Aki tovább bírja. Igen. Igen. És mindig voltak jelentkezők rá. Igen. De sose volt erőltetve. Soha nem volt erőltetve. Soha nem volt erőltetve. Ez másodfokú égési sérülés lett egyiknek a vége. Igen, nem akarom elmondani, hogy kinek. De persze, nem, igen, ez teljesen név, meg minden kontextus faszabi. Nélkül. De faszabi, hogy, igen. De hogy amúgy, egyébként most, hogy mondjátok, hogy amúgy nálunk szerintem tényleg az én gólyatávolomban se volt semmi erőltetve igazából. Én egy kicsit egy kicsit sajnáltam, hogy nem vettem benne jobban részt, de ott az aktuális hangulatom az nem, az úgy különösebben nem engedte meg. Na most, de hogyha mondjuk, érted, ez a vikes sztorikból, ez viszont úgy jön le, hogy ott minden erőltetve volt. És nem? Semmi nem volt fán? Mármint, hogy így érted, most azért a nap végén egy szál segben az, hogy futottunk egy ilyen tájfutó verseny volt. Igen. Azért így a nap végén, hogy vége volt az egésznek, tök jó élmény, hogy ilyet soha többet nem csináltam az életem, és valószínűleg nem is fogok, igen. Ki tudja. De hogy az egy ilyen egyszerű élmény volt, és hogy vitt maga a hív, hogy így mindenki csinálja kérdés nélkül, akkor miért ne, tehát én nem fogok ott állni gatyában, érted, hogy nem veszek részt, igen, hogy így, úgyhogy már mindenki benne volt, akkor menjen. Krisztián, most, hogy mondod, a jövőre akkor nyáron tartunk egy mesztelen futást. Érdégi mesztelen futás a Margit szigeten. Az akkor az mesztelen futás, az akkor kibasználok 500 embert velünk együtt, érted, mert... Nagyon jó. Van egy ilyen Blink 182 klip, hogy így sprintelek mesztelen. Az gyakorlatilag a rekreációja lenne. Te most a amerikai Pite 4 mesztelen maratonra gondolsz, vagy pucér maratonra gondolsz? Ott is volt ilyen, hogy... Ez konkrétan az egyik rész. Igen. Egy időszak, ja. Egy időszak. Na ugyan, érted, vikes gólyatábor, bazd meg, és így nem engednek szarni, meg tusolni, érted? Nem tusolhatsz, meg szarhatsz, mondjuk. Nincs értelme. Tehát, igen, hogy igen. Jó, tehát, hogy amikor így kitalálod ezt az egészet, mit akarsz, jönnek az új gólyák, szerintem minek kéne lennie, hogy érezzék jól magukat, érezzék, hogy közösségnek a része. Tehát, hogy így, kik szervezik ezeket, bazd meg, ilyen kettőbites emberek? Tehát, hogy... Valószínűleg úgy gondolkodnak, hogy a közös ellenség fogja őket összehozni. Tehát, hogy mindenki utálja a szervezőket, és azért ők jobban lesznek. De ez nem igaz. Tehát, hogy ez... Én azt mondom, hogy ez lehet az egyetlen értelmes gondolatni. Értem, csak de az szerintem nem fog összehozni téged így, hogy jaj, én se szarhattam ma, jaj, én se, de utálom ezeket a szervezőket. Tehát, hogy ez így azért a nap végén van egy rossz érzés benned, mert még mindig nem szarhattál. Én szarnod kell, igen. Tehát, és tényleg az, hogy, úgy, hogy elmentek aludni, és van egy dedikált, én ezt olvastam, és tényleg így szeretném azt mondani, hogy ez nem volt igaz, de hogy van egy dedikált táborszervező, aki befekszik az ajtóba, hogy te ne mehess ki kulázni este. Tehát, hogy ez dedikáció, érted? Hát mennék, és én izomból így rátaposnék így a nyakcsövére, tudod, így... Na, most már a régen... Srácok, irány szarni! Gyertek! Lefogtam! Rászarnék az ajtót! Négyen fölé guggolnánk, és összeszarnánk az embert. Teljesen legyek ura. Legyek ura végjáték. Na, és így na, most már kiengednétek minket végre, tehát érted? Nagyon kemény bázal. Az a rész volt, amin felháborodtam, hogy elvették a gyógyszeréket. Tehát, hogy ez így mit akar jelenteni, mondjuk a fejfájás csillapítót, hogyha másnaposok lennének, hogy szenvedjenek. Vagy mondjuk elveszik az epipenemet, bazd meg, és így cukorbeteg vagyok, tudod, és de igen, ezen gondolkodtam, hogy ez mit jelent, hogy elvették a gyógyszereiket, nem tudom. Elveszik az aszma inhalálódás könyvek. Jaj, te kis drogos köcsög, ezt nem kapod vissza. Szerintem nem tudom, hogy ezek mennyire gyakorlott szervező formák amúgy, mert hogy így nekem ez úgy tűnik, mintha így nem lennének amúgy ebben annyira gyakorlottak, és valami tehát, hogy így... Én azt hallottam, hogy ez nem az első ilyen alkalom, hogy ez van, csak most derült ki, tehát ez már nem a hagyománya van, hogy ott mindig ilyen katonása is. Hát miért nem tudnak jobb tábort szervezni, tehát hogy azért így, nem tudom, nem evaluálják utána ezeket a tábort, tehát hogy érted, nekem ezek olyan kezdő dolgoknak tűnnek, amik ilyen... Ja, én azt érzem, hogy itt az emberi
ilyen gyarlóság van ebbe benne, hogy így mondjuk te, neked van egy gólyatáborod, ahol így halálra szopatnak, és alig várod azt, hogy hogyha már te vagy gólyatábor szervező, akkor alig várod, hogy ezt valakinek visszaadd. Ez biztos, hogy így van. És szerintem ezért megy így emberről emberre. Ez konkrétan a generációs traumát írtad most le, Krisztián. Tehát ez a generációs traumának a megfogalmazása. És ez van, hogy így akkor, hogy nem akarok javítani, legyen neki is szar, de most már végre nekem jó lesz. Hát igen, meg tényleg ez a... Tehát, hogy amúgy innen is látszik, hogy annyira félelmetes az, hogyha valaki egy kis hatalmat kap a kezébe, viszonylag indokolatlanul, akkor így... Ez hova vezet be az meg? Tehát, hogy tényleg azért... Amúgy meg megint csak, tehát mondom, az egyetemi tradíciók, azok nagyon... Ez egy nagyon jó fonál, érted? Tehát ez jó, hogy van a BME-nek, különösen arany tradíciói vannak hát szerintem. Ez mint 100 éves, érted már az egyetem. Igen, és tehát, hogy minden, az év minden időszakában van valami király dolguk, minden egyetemi cselekvésre van valami, ami ilyen, ami mindenki tisztában van, összekovácsoló erejű. Ez egy kicsit csalódás, ennél lehetett volna amúgy jobb is. Tehát szerető voltak jó részek, tudja a fasz. Lehet valaki csak így... Mondom, mi volt a jó rész ebből? A mémek jók voltak belőle. Az is lehet, hogy amúgy csak valami olyan forma írta, akinek nem tetszett. Lehet, hogy ez amúgy viccesen volt kezelve, vagy tényleg így egyszer azt mondták, hogy nem. Nem igazán jöttek elő amúgy cáfolni a vikesek szerintem. Így az igen, tehát, előjöttek volna egyébként szerintem. Senki nem jött elő szerintem a szervezők közül, hogy ez egy hazugság, amit itt állítanak ebben a cikkben. Valaki panaszkodott egyet a csoportba, hogy... Igen? Hogy így jó lenne most már leállni erről a témáról, meg ilyenek, nem csak erről szól a vik, meg nem tudom. Ha nem tudom eldönteni, hogy ez egy korábbi copypasta volt átírva, vagy nem. Volt Ha van vikes hallgatónk, akinek jó tapasztalata, vagy rossz, akkor gondolom, dobjátok be a kommentekbe. Ja, én kíváncsi vagyok rá. Az életben vannak olyan cselekvések, amik így ilyen, így oké, hogy így csinálod a cselekmést. Uh-huh. Mondj egyet. Sétálás. Az nem oké. Nem 15 percet többet. Ebédelés. Tudom is én. Bármire lehet gondolni. De vannak cselekvés, van egy másik cselekvés, ami ugyanúgy egy ilyen random dolog. Mondjuk tegyük fel, az egyik cselekvés az a mondjuk a vezetés, a másik meg az alkoholivás. És a kettőt összerakod, sokkal jobb a kettő együtt. És arra gondoltam, hogy ezt így élet koktélok néven hívom én ezeket a dolgokat. Akkor csak diszgráfiás vagy, és ételkoktélokat írtál föl, bazd meg a táblára. Igen, ételkoktélokat, és már írtam is egyszer nektek, hogy ételkoktél. Igen, másodszorra történik meg. Igen. És ez nem lehetett az autókorrekt, mert ez kézzel van írva. Ez azért, mert hogy van italkoktélok, és a fejemben az jön ki, hogy ételkoktélok, de hogy én életkoktélokra gondolok. Koktélok. Tehát az, hogy így az életben lévő két cselekvést összekötöd, és sokkal jobb. Aha. Hát amúgy az alkohol és a cigi egyébként az notórius. Tehát szerintem az emberek nagy része az úgy szokik rá a cigire, hogy egy sör mellé szívod a cigit, és az sokkal jobb. Sokkal jobb. Ja, kicsit jobban be is rúgsz tőle. Igen. Megérzed a cigitől, és a ciginek sincs olyan szar íze, mert már a ízlelő bimboidat leégette az unikum, meg a, nem tudom, mert rátapadt mindenfajta igen. Íz. Már kellően büdös vagy, már kezdesz vállalhatatlan lenni. Már minden mindegy. Most már egy cigi, az már max javít rajtad. És barna Szofi csak javít a helyzetem. Lehet, hogy az is. Van az a szint. Igen. A másik ilyen, az a WC és a női magazinok. Azt hiszem, azt fogom mondani, hogy a szarás és a faszverés egyszerre. Meg kis idémon. A PG-13-vel. Jó, nem erre gondoltam, akkor inkább azt mondom, hogy mondjuk maradjunk így viszonylag olyan keretek között, ami sosem volt PG-13 ez alatt. Tehát, egy epizódot megpróbáltunk, nem sikerült, tehát így ezt így elengedtem, nem erről van szó. Inkább, de hogy igen, tehát hogy akár ez is egy kombináció lehet. Beszéltek róla, hogyha van ilyen élményetek valaha, vagy egy Patreon extra epizódot is tartani róla. Nem, én ezt sosem értettem. Te unatkozol annyira hosszú a kulázás, és akkor közben... De ez nem működik, akkor miért ülsz ott még? Tehát akkor... Tehát nem tudod szimultán csinálni a kettőt, nem? Hát nem tudom. Lehet egyszer a kettőt? Nem tudom elképzelni, hogy így... Egyszerre a kettőt, de azt el tudom
Tehát, úgy, na mindegy, mindegy. Tehát ugye toj-toj WC-ben is sikerült dugni az Ariának, ezt akartam az egészből kívülni. Mellett. De biztos bent is csinálják. Biztos. Persze. Valaki biztos. Valaki biztos. Amikor én a nagymamámnál WC-zek, akkor, akkor ott van mellettén kiskegyed, meg meglepetés, ugye ezek az újságok, és akkor így leülök, és hirtelen jók ezek az újságok, mert nyilván ülsz a WC-n, és így, ha nincs telefon nálad, akkor valamivel lekét, nem tudom az emberek, hogy szartak, mielőtt volt okostelefon, de hogy tényleg így. Rádoggingolták a szarást. Na, még csak igen. Az kéne. És hogy ilyenkor ezek a kiskegyed magazinok hirtelen így izgalmasak kell lesz, hogy mit csinált a Szabó Zsófi, és már olvasom a cikket. Tehát, hogy actually érdekel utána? Tehát, hogy te úgy vele, hogy amúgy ez tényleg valami elkapja a fantáziádat. Hát nem, mert ahogy kitörlem a seggemet, engem már nem érdekel, hogy volt Szabó Zsófival. De hogy így mit csinálok olyankor, amikor nincs semmi a WC-n? Átgondolom azt, hogy most miután végeztem, mit fogok csinálni? Tehát, hogy mi a következő feladat, mondjuk a munkaidőben vagyok, nincs nálam semmi. Ha nagyon kétségbe esett vagyok, akkor nézelődök, hogy, és valaminek olvasom az összetevőit, vagy valamivel lekötöm magam. Aha. És nincs, a harmadik az a szenvedés, legyen minél gyorsabban vége. Dérheni diszkográfia és a füldugó az mondjuk egy... Azt mondjuk szerintem egy nagyon jó életkoktél. Sokkal boldogabb az élet. A hajnalig még van időn kívül, szerintem nincs elfogadható dérheni szám. Én azt nem ismerem, az biztos, ami régebbi track, nem? Hajnalig még van idő, hajnalig. Csak az újjászületett Délhenit ismerem, aki... Förgi akar lenni. Igen, és így a... Nem is tudom, a pasizásról beszél, és nagyon kellemetlen, de tényleg nagyon... Háromra mindenki mesztelen. Egy Délheni számon nem ismerek. Igen, ez jó. Ez is jó. Tehát a Délheni diszkográfia és a skip gomb is egy nagyon jó életkoktél. Visszatérünk a Gérdégi News szekcióba, héten hullámként csapott fel a gamer világban a hír. Megjelent egy új karakter, aki tolószékes. A Rainbow Six Siege operátoroknak hívják őket. Jön majd elvileg, nem tudom, hogy mikor. Igen, egy görög nő. Aki robotokat fog irányítani. Az első kérdés az merül fel a gamer világban, hogy akadálymentesítve lesz a Rainbow Six pálya. Tehát, hogy így mindenhova be tud-e menni az operátor, vagy nem. Szükségünk-e van ilyen, tehát hogy szükség van-e amúgy tolószékes karakterre amúgy a Rainbow Six Siege-be, vagy akármelyik másik játékban? Nem tudom. Tehát, hogy akármelyik másik játékban azt mondom, hogy igen, akár. Uh-huh. Tehát, hogy lehet. Halo 6-ban legyen majd izé tolószékes karakter. Nem, de amikor Happy Wheels-ben nagyot ment. Tolószékes tehát, Master Chief-ba az meg, vagy mire gondolsz? Nem, de hogy mondjuk, el tudok képzelni, hogy tolószékes karakterek kell, vagy van mindenki, vagy akár ahol működik az, hogy tolószék... LOL-ban el tudok képzelni egy tolószékes karaktert. Tök mindegy. Mondjuk igen. De az, hogy igen. Maga a crouch, meg lefekvés, az egy bizonyos... Én egy női karakter se tudok el viccel. De egy tolószékes női karaktert? Úristen! És erről lehet látni valamit, hogy ez hogy fog működni? Igen, vagy? Tehát úgy fog működni, hogy két robotja van. Az operátornak, és igazából nincs is benne a görög nő, mint karakter, csak a kiválasztási képernyőn, és két robotot irányítasz, az a végső megoldás. Ami megint csak kiakadtak, mert hogy már egy jó ideje így be van harangozva, hogy lesz egy görög operátor, és most így örjöngenek a görög gémerek, hogy így akartak végre egy görög karaktert, és helyette kapnak két robotot. A görögöket értem, mert hogy biztos valami másra számítottak, biztos egy ilyen... Szerintem konkrétan csak másra számítottak, de folytasd. Hát gondolom egy ilyen szakállas, göndörhajú csávúra számítottak, aki... Még ez bizda lett volna. Ettől függetlenül még beleraktak egy görög csávút, tehát hogy amúgy nem, ez nem akadályozza meg a dolgot. Miért görög, miért van mondjuk... A portugál is. Azt nem tudom, hogy van-e, de van egy csomó nációban. Csak képzeld el, hogy ezt megcsinálják velünk. Uh-huh. Már egy éve hallott, hogy lesz magyar karakter a Rainbow Six Siege-ben, és hogy így azon gondolkodsz, hogy fog kinézni, pödört bajsza lesz-e, vagy akár, nem tudom, még ott van az Urál másik oldalán, olyan fajta type ember lesz, vagy mi lesz ebből az egészből kihozva.
ilyen 150 centis ilyen alkeszpödört bajszú forma lenne. Igen, és akkor helyette ugyanezt megcsinálják, hogy igazából nincs. Tehát, hogy így tud robotokat irányítani a magyar ember. Másik ugye a Concord volt, ami most jelent meg. 250 millió dollárba került a játéknak a fejlesztése, és most már kevesebb, mint 300-an játszanak vele a megjelenés után 5 nappal. Várjunk, mi ez a Concord amúgy? Vagy mit? Hero shooter. És... Sony-nak az új hero shootere. A karaktereknek a pronounjai ki vannak rakva a karakter selection mellé. Hidei. Tényleg tök jó. Gondolom az a baj, hogy... körülbelül 246 ember szerint, aki játszik ezzel a játékkal. De érted, tehát, hogy szerintem most... Ráadásul geci gusztustalanul néznek ki benne a női karakterek. Tehát, hogy ilyen... Az egyik úgy nézett ki, mintha belehízott volna egy szemetes kukába. Szerintem... Egy jó játékkal nem ott lesz a probléma, hogy lehet pronount választani a karakterednek, csak szimplán valószínűleg az effortot azt ebben a részben rakták bele azért, hogy így most ők mennyire elfogadóak le, és hogy majd ezzel biztos megint megveszik, és nem tanultak a Disney tavaly évében. Van egy ilyen elképzelt közönség szerintem, amit ők így elképzelnek, ugyanígy a tévében, mint most a játékvilágban is, hogy így ez a modern audience, ez a modern közönség, csak ez a fejben elképzelt modern közönség, ez látszólag nem létezik. Igen, ez itt mert van velünk a szobában. Ez itt van velünk a szobában, ez a modern közönség, mert sem a filmeket nem mentek el megnézni, sem a játékokat nem veszik meg, amik ezek a modern közönségnek készülnek. Ja. Yeah. Mert a Marvel Phase 4 volt most, vagy... Tudja. Senki nem néz. Tehát, hogy egymás után floppoltak a filmek. Kutyát nem érdekelte. Ennek ellenére amúgy most én megnéztem a Deadpool 3-on, nem tudom, láttátok-e. Azt tudjuk, hogy az más. És tudom, hogy nem teljesen láttam. Más, de ennek ellenére az is tehát így kiforgatva, de az is így nagyon próbál erre rámenni, hogy ugye már a kettőben is volt, hogy azért nem csatlakozik az X-Menhez, mert hogy ő annyira feminista, hogy így max, ha X-People lenne, vagy X-Person lenne a neve. Tehát így nagyon kiforgatja ezt az irányt, és hogy biztos, hogy benne 246 ember már biztos létezik ebből a közönségből. Szerintem az a 246 ember, azok körülbelül akik csinálták a játékot. Az is lehet. De hogy... Ezeket a Disney-től úgy tudom, kirúgták most a legtöbb aktivistát, aki a Marvel Phase 4-on dolgozott amúgy. Úgyhogy hál' Istennek eltakarítják ezeket az embereket amúgy így a... Tehát higgyétek el, hogy aki a Concordon dolgozott például, és 250 millió dollárba került, azok az emberek soha többé nem dolgozhatnak szerintem számítógépes játékon például. Tehát, hogy így, érted, elpusztítottak 250 millió dollárt, és vissza, nem jött be, nem adtak, nem játszott vele 1000 ember egyszer ezzel a játékkal még. Tehát, nem adtak el, az meg 60 000 dollárnyi játékot. Ja, hát fájdalmas. Fájdalmas, de hogy ezek szerint milyen tanuló leckék, hogy... Tényleg drágák. Legalább nem nekünk. Hát, csak nekem kell szarkontentet fogyasztanom évek óta, hogy beszélhessek róla. Tehát, hogy ugyanúgy a héten jött egy ellen példa rá, nem? Hát a Wukong az amúgy tök jó lett. Ja, gondolkozok is, hogy megvegyem. Néztem egy csomó játékizét róla. Tehát, hogy a Wukongot meg azért szólták le... Nem elég divers. Mert nem elég divers az a játék, egy majommal vagy. Hát, Ázsiában? Kínában? A Journey to the West, tehát a nyugati utazásnak egy ilyen megvalósítása volt tulajdonképpen a játék, vagy hát annak egy ilyen tehát azt próbálja azon a mítoszon alapuló játék, kínai történelem, kínai mítikus világértelés, hogy mi volt a problémája az újságíróknak, hát ez nem nevezném őket újságíróknak, ezeknek az aktivistáknak, hogy kevés nő és színes bőrű ember van a játékban. Ennek ellenére a játékkal Több mint 20 millió eladott példánya van így egy hét alatt. Ja, tehát hogy akkor ez meg pont a másik oldal. Tehát, hogy... De nyilván azért, mert maga a játék is geció. A de ennek ellenére gondolom nincs kifejezett elnyomása ezeknek az embereknek, akik nem jelennek meg benne. Tehát hogy nem arról szól, hogy így minden feketét utálni kell a Wukong, gondolom. Kínaiak utálják a feketéket. Ez most is, teljesen hogy... mindegy ebben a pillanatban. Nem, én arról beszélek, hogy maga a játék nem helyez hangsúlyt a feketék elnyomására, vagy a nők elnyomására. Kúra jó a játék, érted? És így látszik, hogy ami jó, azt megveszik, ami meg szar, azt meg nem veszik meg az emberek. Ja, és hogyha de Wukongban hozzá... is az lett volna, hogy hi-him a Wukong, akkor szerintem nem lett volna amúgy ezzel jártak volna az emberek, hogy ezt minek kellett, az kész. Én szerintem biztosan most már az a probléma, Krisz, hogy átestünk egy olyan ló túloldalára, hogy ha meglátsz egy színesbőrű karaktert amúgy egy filmben vagy egy játékban, akkor egyből azon kezd el gondolkozni szerintem az ember, hogy ó, bazd meg,
ez biztos már csak megint azért rakták bele, mert bele kellett rakni valamit. Hát igen, én a Easy-vel játszottam ezzel a Hogwarts Legacy játékkal. Uh-huh. És az is olyan volt, hogy így tudtam, hogy ilyen nagy balhék vannak, ugye, hogy törfa a J.K. Rowling, ugye ez a trans-exclusionary radical feminist, és az, hogy ugye ő neki meggyűlt a baja a trans közösséggel, meg az online megvilágosult emberekkel, azzal, hogy azt mondta, hogy szerinte nőgyűlölet, ami megy éppen, hogy, hogy ugye, ugye a trans nőket és nők megnevezzük, stb. Volt egy csomó ilyen gondolata, és hogy igazából megvették ezt a Wizarding World, mint ez, a, ez az univerzumnak a neve, amiben a Harry Potter játszódik, és ez így 100 évvel a Harry Potter előtt játszódik a játék, és hogy ez is olyan volt, hogy így éreztem rajta ezt a, nem volt a kiírva genderek, csak kicsit ilyen nőies karakterisztikája lehetett a karakterednek, vagy férfias. Uh-huh. Jó, mindegy, ezt egész szépen megoldották, de azért belerakták, a, hogy a Hogsmeade-ben a azt hiszem Free Broom Stick az a neve a kocsmának, hogy ott a pultos az amúgy egy transz, tehát hogy férfi hangja van amúgy a nőnek, meg tehát így azért így raktak bele, mint a Shrekben. Valakit így random date, mint a Shrekben amúgy, igen, az is mennyire woke volt amúgy a Shrek. De hogy a... Volt. Csak egyszerűen nem volt annyira viccesen megcsinálni. A Shreket jobban ad, meg azt a karaktert jobban, az kifejezetten szeretem. Ez azt egy a nagyon karakter. Jó karakter volt, ja. Senkit nem is zavart a Shrekben. Nem. Nem. De hogy itt ez nagyon sok déden van, hogy így jártam. Ja, igen. Igazán meglepődtem azon, hogy így déj, és csak egy emberről beszéltem, és akkor állt, hogy ja, igen, oké, értem. Igen. Hogy így van déj. J.K. Rowling biztos kiviharzott egy-két meetingről. Én mondom, ezt, én biztos vagyok benne, hogy ez pár év múlva teljesen el fog tűnni, mert ezek így tehát hogyha amúgy csinálnának egy nagyon jó original story, tehát egy nagyon jó eredeti történetet amúgy nekik, tehát az egész játék mondjuk erről szólna, és ez egy nagyon jó játék, vagy egy nagyon jó film, és egy nagyon jó sztoria van, akkor valószínűleg az külön érdekelni az embereket, de úgyhogy így próbálunk beleerőltetni amúgy dolgokat olyanba, ahova így nem odavalók, akkor Az utolsó három Star Wars filmben nekem is csak annyi maradt meg, hogy volt benne egy fekete srác, aki nem tudott Jedi lenni, de aztán mégis fénykardozott, meg volt benne egy ázsiai csaj, aki kurva idegesítő volt, és ennyi maradt meg amúgy a filmekben. Ja, meg az, hogy benne voltak a régi karakterek öregek. Ennyi. De hogy így, hogy mi volt a storyline, arra nem emlékszem. Nagyon mérges feje volt a Kylo Rennek, ez így erre emlékszem. A Gizda volt a fénykardja, de hogy... Igen, az Gizda volt. De hogy nem nagyon tudnám elmondani, mi történt azokban a filmekben ezeken a dolgokon kívül, és hogy persze megmarad, de hogy mi a cél. De ezekről már ugyan sokat beszéltünk. Egyébként ugyanezt mondtuk egyébként annól a Phantom Menace-ről is, hogy tudjuk, hogy miről szólt az a film ügy összességében, nem nagyon tudod elmondani, miről szólt a Star Wars. Igen. Az utolsó Jedikben volt egy idegesítő ázsiai nő, akin fel volt háborodva a félvilág. Nem, az a 8 volt, igen. Az utolsó Jedik, nem? Aha. És hogy a Phantom Menace-ben pedig egy animált karakter volt kurva idegesítő, aki senki nem értette, hogy ezt minek raktak bele. Aha. Tehát, hogy az egy ilyen rendezői döntés volt, hogy most, hogy csinál egy karaktert a lánya gügyögéséből, hogy ez volt a koncepció. Ez volt a Jar-Jar a neve állítólag, mert ezt mondta a George Lucasnak a kisbabája. Ennyi. Ez kúrva jó. És hogy körülbelül olyan is a karakter. Gondolom a lánya, hogy szórakozzon rajta, ez egy ilyen döntés volt, és nem egy agenda. Tehát hogy akkor nem volt az, hogy így több rossz, nem tudom, több idióta karakter kell, hogy gyerekek is nézzék a filmeket, hanem csak szimplán neki ez volt a döntése, hogy biztos majd ezt tetszeni fog a lányának, mert mekkora emlék, és hogy így szar döntés, de legalább rendezői döntés. A másik, ez kicsit úgy érzem, hogy ez egy ilyen pusolás. És hogy semmi baj nem lett volna azzal a karakter, és hogyha lett volna lényege azon kívül, hogy így oké, megvan a kvóta, megvan a nő, a fazma is, hogy így oké, akkor ő legyen egy női rohamosztat. Nagyon azt éreztem, hogy jó, akkor most itt mindenki más lesz, mint amit eredetileg akartak volna, csak hogy megmutassuk azt, hogy a Star Wars univerzumban mindenki az lehet, ami akar lenni. És hogy persze, tehát én nem mondom azt, hogy most soha senkire nem volt probléma Mace Windu-val. Mace Windu full Gizda volt. Ott is volt ugyanez, hogy ugye a lila kard az egy abszolút beleszólása volt a Samuel L. Jacksonnak az egész kanonban. Elég pimp szín amúgy a
Persze, lila. Tehát hogy nagyon cool, de hogy ezzel valamiért amúgy meg vagyunk békélve, de hogyha én mondjuk hardcore Star Wars rajongó lennék, akkor én biztosan azt mondanám, hogy hát ennek semmi értelme, hogy lila a kard. Tehát hogy amúgy, srácok, ezt miért engedtétek? Ezzel keresztbe húzzátok az addigi három filmet. Ott is a lore-ral van a problémád, és nem azzal van a problémád, hogy Mace Windu fekete. Mert teljesen működik. Igen. Semmi probléma nincsen vele, ez egy skifi sztori. Nem arról van szó, hogy most nézed a Attila a Hunt, és nézed, hogy Attila az egy ilyen, az igazából egy transz férfi, és fekete. Amúgy, ha néztek az új Star Wars filmeket amúgy, és megnéztek valami régebbi filmet, mondjuk utána mondjuk a Gyűrűk urát, az új Star Wars filmeknél, tehát nem hangzik, nem tud elhangozni körülbelül három mondat úgy, hogy így ne legyen közbevágva valami poén, vagy beszólás, tudod, ilyen vicces, ilyen beszólás. Igen. De megnézed közben a, mit tudom én, Jedi visszatér. Teljesen komoly szövegek, mondatok, tehát hogy van egy olyan érzésem, amikor ezeket nézem, ezeket az új filmeket, hogy így mintha nem tisztelnék a közönség, tehát hogy, mintha ilyen infantilis gyereknek hinnének amúgy így. Hát azok is benne vannak azért a nézőközönségben, azért gyerekként is néztük a Star Wars-t. És akkor a Star Wars 6-ban miért nincsen érted minden harmadik mondatban egy... Azért, mert az amikor a szüleink volt egy gyerekek, infantilis akkor poén. Volt, és hogy szerintem így tudják megoldani a TikTokot. Így tudják megoldani a TikTokot szerintem a filmekben, hogy így mindig van egy poén, ami így ott tart, hogy jó. Ez geci szar. Hát szerintem is, tehát én ezért hagytam abba a Marvel filmek nézését is. Az is ugyanezek, hogy így nem tud elhangozni amúgy így kettő mondat amúgy anélkül, érted, igen, hogy, hogy valami poénnal ne kelljen lezár, vagy le föloldani a feszültséget, érted? Egy feszült helyzetben is így valami viccesnek kell történni. Igen, igen, valami... valaki meghal, és akkor érted, így játszik a karakter halálánál, és egy perccel később, hogy muszáj, hogy oké, ez a jelenet vég, és azonnal történjen valami, hogy Hulk beleszarik a gatyájába, és pupi, vagy valami, nem? Ez történik, de megtörténetet form. Én azt hiszem észre, hogy beszélgetem emberekkel, és hogy azt mondják az emberek, hogy nem szeretik a nyomasztó dolgokat. Tehát, hogy szeretnek vidám dolgokat nézni. És én ez, nekem ez nem egy szimpatikus hozzáállás, mert hogy összességében ami tanulságos dolog, az általában nem a pozitív dolgok szerintem. Tehát, hogy úgymond nehéz úgy alkotni szerintem vizuálisan például, hogy valami iszonyatosan happy story az neked maradandó, meg tanulságos legyen. Azt gondolom, hogyha nincsen benne valamennyire, nem is az, hogy nyomasztó, de hogy mitől lesz valami nyomasztó, az is kérdés. Hogy ez a mondani valós dolog, nem? Tehát, hogy így nekem kell, hogy legyen mondani valója a filmnek például. Igen, meg át tud érezni azt az élethelyzetet például. Igen, de hogy a többi dolog meg ilyen súlytalan. Tehát, hogyha nincsen benne az, hogy átérzed a helyzetet, hogy súlya van amúgy annak, tehát most érted, tudom, hogy nem fog a Avengers 3-ban meghalni valamelyik karakter, ha az Avengers 4 az úgy is tudom, hogy jönni fog. Ja, tehát nincs nagyon súlya az egésznek. Úgy is tudom, hogy van multiverzum, úgy is, ha nagyon akarják, majd visszahozzák, hogyha már kezd tönkre menni a franchise. Wow, mi történt most idén? Tehát, hogy bejelentették Robert Downey Jr.-t új karakterként. Igen. Új univerzumban, mert hogy miért ne? De hogy amúgy, tehát ez lehet, hogy amúgy azzal függ össze, hogy mennyit szart fogyasztunk. Tehát, hogy gyakorlatilag most már, ha akarsz, akkor 0-24-ben az arcodban van valami. Szerintem az amúgy, tehát én arra tudok gondolni, aki csak ilyen happy filmeket szeret nézni, meg ilyen limonádi dolgokat. Szerintem annak így teljesen el van rohadva amúgy az agya, tehát, hogy így... Figyelj, szerintem, tehát, hogy egyszerűen csak annyira könnyen át tudsz kapcsolni egy diszkomfortos tartalomról, egy sokkal komfortosabbra, hogy az emberek már igazából csak benyomnak egy filmet lefekvéshez, jó esetben filmet, az még hosszú formátum, de hogy benyomnak bármit lefekvéshez, és csak az a lényeg, hogy így kapcsolja ki az agyam, ne gondoljak arra, ami most éppen történik velem. De ez hülyeség. És szerintem az ember ezért fogyaszt kontent. Dehogy nem, Krisztián, ne haragudj, mondja ezt. Majd elmondod, és aztán elmondom a piszemet. Én azt gondolom, hogy amúgy mondjuk a mi podcastünket is csomóan azért hallgatják, és ez már írták is, hogy mert hogy van mondjuk egy tök szar helyzet, amiben az életük van, és remélem azért csak helyzet, mert hogy ebből ki tudnak mászni, és meg tudják oldani, és abban az élethelyzetben nem biztos, hogy nyomasztásra vagy az, amire szükséged van, hanem hogy jó egy kicsit így varázsvilágban lenni. Ilyenkor jön az, hogy amúgy
megértem azokat, akik a Harry Pottert szeretik, mert hogy egy pillanatra úgy érzik, hogy így megint varázslat van, abban a világban vannak. Az a legnagyobb problémájuk, hogy miért a Ronnal és nem a Harryvel jön össze, a Hermione, és ennyi. Amíg nézik, amint vége van, megint visszajön az, hogy elárvelezik a lakást, nem tudom, ezer millió dolog lehet az élet. Harry Potter a podcastunknak sokkal több mondani valója van, mint bármelyik Rick és Morty résznek, bazd meg, tehát, hogy így ne haragudjál. Azért mert... attól függ, melyik epizódnak. Szinte bármelyiknek, és most ez pont hozzátartozik, hogy ugye negyedszerre kezdtem el nézni amúgy a BoJack Horseman-t, és én biztos vagyok benne, hogy a BoJack Horseman azért nem lett amúgy annyira széles körben, tehát a társadalom széles rétegei számára ismert sorozat, mert egyszerűen az átlagember nem tudja befogadni amúgy ezeket a mélyebb gondolatokat. Tehát, hogy én ebben biztos vagyok, hogy az átlagember nem tud mélyebb gondolatokat befogadni annál, mint hogy hát ez az egyik, ez 37-egyére is az megmentették a világot a pókemberék, érted? Ezt akarok én is kiukadni, de hogy amúgy a BoJack Horseman az egy könnyű formátum. Tehát azért azt lássuk, hogy a BoJack Horseman az egy pop formátum, akárhogy is. Hát azért az egy nagyon durva mondani valója van. Van mondani minden, valója. Minden évad, minden részének. Jól megvan írva, de hogy... Csak hogy egy ilyen tehát nem egy sátántangó, érted? Tehát, ja, hogy, mert hogy tehát lehetne amúgy itt, lehetne úgy üzeneteket is átadni, hogy az tényleg annyira rohadt tartalmas, hogy ha nem figyelsz két percre, akkor teljesen elveszted a fonalat. De hogy ez még amúgy a mindenki számára befogadható dolog az, hogy leülnek elé, az a kérdés, és erre mondom azt, hogy szerintem azért nem ülnek le elé, mert egyszerűen nincs ingerenciája az embernek arra, hogy érzelmeket fogadjon be, vagy bármi lényeget fogadjon be. Csak jöjjön a dolog, szórakozzak rajta lájtosan. Nem is kell, hogy nagyon jól szórakozzak igazából, mert van, ami érted, legendás vígjáték mondjuk, de még az se lesz annyira híres, mint egy mid, mondjuk egy Adam Sandler, érted? Tehát az Adam Sandler a teljesen mid humorral is amúgy tök simán elmegy, mert egy kicsit mindenkinek szól, senkinek nem lesz a kedvence, teljesen befogadható, de épp pont elég. Most ne is a magyar közönséget nézzük, hanem tényleg nézzük mondjuk az amerikai, Amerikában, hogy mik mennek, tehát hogy mennek ezek a night show-k, ahol mindenki röhögcsél, és full random emberek semmilyen beszélgetéseket folytatnak, megy a Saturday Night Live, az is ilyen viccelődős, humoros dolog, sehol nem megy fő műsoridőben komoly dolog. Sehol nem megy az, hogy mondjuk egy kicsit filozófiai mélységekre menjünk bele fő műsoridőbe, szerintem. Szerintem ez így globálisan azért, és azért valószínűleg azért csinálják ezek a tévétársaságok, mert hogy biztos vagyok benne, hogy értenek hozzá, hogy mit kell csinálni. Mert ez megy. Yeah. És hogy a BoJack Horseman szerintem nem az a probléma, hogy komoly, nem csak az a egyik szűkítés, hogy komoly témákat mond el, hanem az is fura nekik, hogy amúgy egy azt gondolod, hogy olyan, mint egy South Park, vagy ilyesmi, hogy így, de vicces, hogy egy alkoholista ló, és akkor nézed, és hogy így, de most itt mi történik, hogy így amúgy elkezd ilyen rendes, ilyen pszichológiai dráma lenni az egészből, ami megint csak amúgy egy szinttel szűkíti ezt a dolgot, hogy így nem működik. A harmadik pedig, hogy én, aki imádom amúgy a BoJack Horseman, én sem mondom azt, hogy az életem bármelyik szakaszában úgy érezném, hogy azt szívesen nézem meg, mert nagyon ki tudja az embert készíteni lelkileg. Á, biztos. És hogy nem mindig, tehát nem, mondjuk, hogy alapból is valaki már nagyon szarul van, akkor van, hogy ezt nem akarja nézni. Valaki azt mondja, hogy inkább, amikor jobb kedvem van, akkor baszom el szívesen. Én pont nagyon szarul voltam, amikor megnéztem a BoJack Horseman-t, és nekem nem volt kifejezetten rosszabb, hanem csak úgy szimplán szinten tart. Úgy emlékszem arra, hogy milyen érzéseket éreztem a BoJack Horseman egyes epizódjainál. Mm. És hogy ez nekem nagyon sok, tehát szerintem ez egy olyan dolog, hogy ha érzéseket ad neked valami, akkor azt hiszem a legnagyobb ilyen dicséret, amit el tudsz mondani amúgy egy műről. Főleg, hogyha azt az érzést adja, amit akarod, hogy adjon, és nem azt, hogy még megnézed a tök alsót, és idegbeteg vagy. De mondom, én biztos vagyok benne, hogy az emberek széles tömege nem tud már egy olyan mélységet befogadni, mint a BoJack Horseman például. Tehát, menne a műsor, és így nem tudja befogadni a mondani valóját, tehát, hogy így nem érteni. Tehát, hogy így megy a mondat benne, és hogy így nem jutna le az agyáig az embernek. Lehet, nem,
nem olyan, akik nézték nekem a BoJack Horseman-t, azok a általában azért nézték, mert fel voltak amúgy rá készülve. Most mondjuk a Boys-t néztem, a Boys-nak az agressziója az ugyanez, hogy ugyanezt kapom meg emberektől, hogy azért nem nézik, mert durva. Az, igen, az nekem az már sok, hogy ennyi vér, meg ilyenek. Tehát ott is ugyanúgy, ami tartalom van benne, van szerintem egy értékes sorozat a Boys, de hogy úgy nem megy filozófiai mélységekbe feltétlenül, de hogy összességében maga a tartalom az teljesen átrepül egy bizonyos rétegnek a feje felett azért, mert nem is hajlandóak a... Igen, tehát, ja, hogy az, és, ja. ez kizáró indok. Ja, pedig amúgy szerintem a Boysnak pont az a pont ugyanaz az a legnagyobb erőssége, hogy egy ilyen, amikor így ezek az ilyen pszichológiai játszmák vannak így a néző és a tévé, tehát így a néző és a karakter között, hogy így állsz, hogy ne, most tudom, hogy az fog történni, és nem akarom, hogy az történjen, és most ez fog történni, és amikor ilyen jelenetek vannak. Általában a Homelander van ezekben a jelenetekben, hogy nem akarod elhinni, hogy most ezt meg fogja csinálni, és megcsinálja, vagy hogy így rájössz, hogy úristen, most ezt fogja helyette csinálni, és hogy szerintem ezek pont, amik így nagyon sokat adnak nekem, mint néző azzal a műsorakkal, mert hogy emlékszem, hogy milyen érzéseim voltak egyes jeleneteknél. És pont ezek azok, amiket így, igen, egy Saturday Night Live-on vannak skittek, amiket visszanézek, a Ryan Goslingos, Pepyrosos rész, meg így van egy csomó olyan skit, amit újra meg újra nézek, de hogy nagy összességében megnézed, röhögsz, vége, menjünk aludni. Én például pont ezért sokkal jobban szeretem például az ilyen 2000-es évekbeli európai filmeket is amúgy. Preferálom inkább azt, mint hogy bármilyen hollywoodi Magyar Vándor filmet nézzük. Nem a Magyar Vándorra gondoltam például vissza. Például a Leona Profi szerintem egy sokkal jobb film amúgy, mint próbálok valami hasonlót mondani neked Hollywoodból, de szerintem fölösleges. Az Old Boy, koreai Old Boy sokkal jobb, mint az amerikai Old Boy. Meg a... Van a Girl with the Dragon tattoo, a lánya tetoválás. Tetovált lány. Igen. Tetovált lány, igen, az a magyar fordítása. Ugye abból is az eredeti, azt hiszem egy svéd vagy egy norvég film. És 50-szer jobb, mint az újra kreált amerikai verziója. De abban benne van Daniel Craig, úgyhogy... Tehát az amerikaiból meg tudtam nézni kb. 20 percet amúgy így. Az eredetiből megnéztem mind a három filmet. Hát igen, ez a remake dolog is érdekes, mert hogy amúgy vannak jó példák rá. Tehát, hogy én szerintem a Tégla, ugye az is egy korai filmnek a remake, a Szigorúan piszkos ügyeknek, és tök fasz a Szigorúan piszkos ügyek, de ugye azból van három film, itt meg ebből van egy film a Téglából, és szerintem számomra könnyebben fogyasztható az amerikai verzió, és ugye azért ez Scorsese rendezte, tehát nem egy gyenge próbálkozás az se. Igen, ugyanez az Office egyértelműen ugyanez, tehát hogy a Brit Office az biztos egy zseniális dolog, de nekem az már a humornak egy olyan bugyra, nem tudom, hogy a brit humor úgy összességében, ahogy van, vagy csak az, de hogy megpróbáltam megnézni a British Office, de hogy sokkal nehezebben befogadható. És az amerikai az meg annyira jó önmagában, hogy igazából köszi szépen, én azzal akkor el vagyok. Yeah. De biztos vagyok benne, hogyha valaki olyat kérdezel, akinek egy kicsit jobb a tudása ezzel kapcsolatban, az azt mondaná, hogy amúgy lehet, hogy vannak jobb. Kivételek, érted, és minden Office-ra jut egy így jártam anyátokkal, érted? Tehát, hogy így, ami nézhetek. Igen, de hogy az már egy amerikai műsor remake-je. Tehát, hogy ez a Jó barátok remake amúgy. Tehát így remake-eljük 10 évvel később a Jó barátokat. Ez a Így jártam anyátokkal. Azt mondtam, hogy igen. Valamikor elkezdtük, ugye tavaly talán. Igen, elkezdtem igen. nézni magyarul, és valami két epizódig jutottam. Tehát, hogy én is most elkezdtem újra egyébként. Megnéztem egy pár rész belőle. Vagy a agymenők. Az agymenők, én nagyon szidom, de azért, hogy ahányszor láttam, én így rosszul voltam közben. Bazinga! Igen, én azt mondom, hogy én is. Az Így jártam anyátokban most elkaptam olyan részeket az első évadban, ami tehát nagyon életszagú. Tehát, hogy, Nem nézted eleget, szerintem, Api. Annyira, tehát tényleg a például kapcsolatdinamikákat kurva jól ábrázolja. Tehát az, hogy kik hogyan szakítanak, hogy nagyon tökérett a gondolkodása úgy a sorozatnak.
az agymenőkben ezt nem tudom olyan elképzelni. Igen, nem néztünk annyi részt, mert egy részt se bírok végignézni, ez a probléma. Igen, mert meglátom a Sheldont, és idegbajt kapok. De igen, hogy... igen, én is látom, hogy amúgy rosszul öregedett sok dolog az így jártam anyátokkal van. Például bármi, ami Barney Stinson karaktere átlagosan. Igen, tehát, hogy én arra a részére gondolok, hogy tesókódex, meg hogyan szedünk fel csajokat irány, az nagyon, nagyon kellemetlenül öregedett, de összességében én is azt látom, hogy amúgy a karakterek amúgy elég erősek ahhoz, hogyha nem láttam a végét, tudom, hogy mi a vége, de hogy azért vannak olyan részek benne, amik amúgy szerintem nem rosszak egyáltalán. Tehát, hogy én emlékszem, hogy annó nagyon szerettem, és pont amikor mondtad, hogy ez nagyon szar, akkor így megnéztem én is egy pár részt, és én így úgy voltam, hogy... Magyar szinkronnal nézted? Persze. Én mondjuk nem. Nézhetetlen. Hát úgy néztem régen, úgyhogy ezért néztem magyar szinkron most is, tehát... Izén adták, nem? Comedy Central. Azt nagyon szerettem, azt az időszakát a tévének, akkor a Comedy Central megérkezett. Ezen 2012 volt a Tesó Kódex, meg a... Ja, meg is kaptam valakitől karácsonyra, ilyen osztálytársam húzott engem, és azt gondoltam, hogy én annak fogok örülni. Ez hard, ez keményem úgy. Úgyhogy megvan a Tesó Kódex, ha gondoljátok. Ezt elhozhatnád a Tesó Kódexet. Hát nem dobtam ki azóta se, tehát hogy valahol megvan, szerintem a pincében lent. Valahol a falon be van keretett. Valamelyik falon... Valamelyik párnám alatt van éppen könnyezővel. Kíváncsi vagyok, hogy ez... Jó, hát ez egy külön, akár lehet egy Patreon műsort csinálni, hogy olvasok. Ja, amúgy végig lehet fél óra alatt olvasni. Egy oldalon van négy szó, vagy egy mondat. Tehát egy... Hát amit az átlagember be tud fogadni így körülbelül egy könyvbe, mert ugye könyvet sem nagyon olvasnak már az emberek. Milyen smart regényt olvasnátok el, hogy milyen karakterek szeretkeznének egymás? Hogy ez a smart regény, ez az, konkrétan az a lényeg, hogy minél mocskosabb szexkönyvek, minél... Hát ilyen fantázia, romantikus fantázia regény. Tehát ez a női pornó. Női pornó. Ez nem férfiaknak szól. Férfiaknak, ez biztos, hogy nincsen smart regény, ami férfiaknak szól. Ami nekünk szól, az azt hiszem, az a Tidani fanfiction. Igen. Ez geci jó. Az nagyon vicces. Az író nem nekünk szánta, nem nekünk de szánta. Talált egy új célközönséget magának, akik amúgy 30-as férfiakat. 30-as férfiak rajonganak a 16 éves lány Tidani fanfictionjei miatt. Nagyon vicces ezek. Nem is nem tudom, hogy viszi-e még. Remélem. Nem olvasnék smart regényeimben, mert így nem látom az értelmét. Most így verjem ki közben, vagy így mi a... Hát én például gondolkodtam egy ilyenen, hogy ez az lényeg, hogy minél... Nem, azt mondjuk, aberált, igen. De hogy mondjuk így a fantasy karaktereknek így nyilván az erejét azt egyértelműen szexuális töltetű dolgokra használja. Például meg nem jelölt forrástól tudom, hogy létezik Avatar Smart regény, és hogy van egy olyan jelenet, hogy Katara... Azt nem Ang elpusztítja. Nem, Ang hot. Ang nincs benne, mert ő nem hot a női szemmel. Tehát, hogy ezért... Ki a hot? Zuko. Mert ő a... Morally Gray karakter. És hogy van egy jelenet, ahol Katara a gecit kibendeli saját magából. Tehát, hogy így képzeld el azt, hogy ezek a smart regények hogyan működnek. És ez a meg nem jelölt forrás, ez őrjöngve mondja nekem, hogy így ezt nem hiszi el, ez történt a könyvben. És hogy... kibendeli magából a gecit. Tehát, hogy el tudom képzelni, hogy mondjuk Shrek kihúz egy fülzsírt a füléből, és tényleg így felhúzom, mint egy kotona faszára, hogy akkor ma nem lesz, hogy most védekezünk fiúra. Egy békát a bocsárból. Egy televerés eldobja. Csak ott van egy a béka, hogy csinálj egy ilyet, és így kiköp egy az a gecit. Jó, biztos lenne. Na ez lenne a srác smart, tehát hogy ez lenne az, amit nekünk csinálnának, de hogy az nem... Mi vízből olvasnánk. Volt az, amim nem, hogy egy nap felkeltekor kúri a Shrek a Fionát, és akkor hogy így átváltozik, és így a gorilla grip puszi, érted, így rajta marad így. Nem, hát ugye még vannak ugye ezek a shrimp. Ez a Shrek és Donald Trump sex fanfictionök, azok meg nagyon nagyokat mennek. Shrump. Batman meg a Sonic kereket várnak. Christiant letartóztatták. Aki meg
Ó, oh, igen. Állítólag megkurta ugye a saját 80-valahány éves anyját. Igen. Még ilyen. Évekkel ezelőtt volt, és most megint letartóztatok. Sonic Lore. Sonicsú, igen, a Sonicról jutott eszembe. És most letartóztatok, és van róla bodycam videó, és eszméletlen volt. Végignéztem. Van egy 25 perces bodycam videó arról, hogy így a rendőrök bemennek hozzá, ott beszélgetnek, elviszik, és aztán a rendőrautóban is olyanokat érted, hogy beültetik, és így kérdezgeti a rendőrt, hogy így ki a kedvenc szuperhőse, meg hogy ez az univerzumban így vissza fog jönni, és majd lesz megint Pókember New Yorkban, oh, és így le akarják róla vetetni a nyakláncot, azt a Sonicsus nyakláncát, igen. És mondja, hogy ez egy religious idol, tehát hogy ez egy vallási tárgy, és ezért rajta kell, hogy maradjon. Ulajtja. És nem vetették le vele végül, úgyhogy gyanítom, úgy lesz a jedzőkönyvben mostantól a Sonicsus medál, ez a Sonicsus szarja, mint egy vallási jelkép, úgyhogy hivatalosan is vallási jelkép lesz, gyanítom, a Sonicsú. Úristen, bármelyik Sonicsú. Én azt hiszem, arról van bodycam, hogy kúrja a nagyanyját. És valami végignéztem mind a 25 percet, azt hittem, arról beszélünk. Úgyhogy megnyugodtam, hogy volt az ilyen rendőrökben. Nem, a letartóztatásáról van. Ja, egy ilyen valami hotelszobába kapják el az öreget. És mondom még nektek egy egyértelmű smart karaktert 2024-ben. Aha. Magyar Péter. Főleg azóta. És erről nem beszéltünk, pedig már ez egy hónapos cselekmény, és szeretném, hogy ez legyen, ez még így ilyen záró témaként szeretném gyorsan beszúrni. Magyar Péter megváltoztatta a nevét Instagramon. Így van. Magyar Péter Official-ről, Magyar Péter Official The Man-re. The Man. The Man, the Legend. Először is az, hogy oké, tehát mi tegyük félre, hogy mondjuk azt, hogy teljesen oké, hogy azt úgy hívja magát, hogy The Man. Hát, már, ott is már vannak léptennyomó problémák, azért mégiscsak egy politikusról beszélünk. Ne érts félre, rá fogunk térni, hogy mi a probléma azzal, hogy The Man. Jó. Miért az Official után rakta, hogy The Man, és miért nem azt mondja, hogy Magyar Péter The Man Official? Krisztián, én nem tudom, hogy miért. Csak azért, mert apámnak van egy pólója, amit így valószínűleg valami takóban, vagy valami olyan helyen vett. Nem tudom, hogy a szüleiteken észreveszitek, hogy vannak olyan pólóik, hogy így angol felirat van rajta. Aha. És hogy így nem tudod, hogy ez ki a faszom találtak, hogy ezt írják rá a pólóra, de hogy ez biztos, hogy a szüleitek nem tudják, hogy mi van ráírva a pólóra. Hogy ilyet láttatok már? Nem, mert hogy 9 éve nem voltam otthon már, hogy lássam munkaruhában, vagy nem munkaruhában a szüleimet. Egyszer nagymutterom egy kisrác rokonunknak vett egy sapkát, amire az volt író, hogy sexy girl. Nagymutteromnak fogalma se volt róla, hogy... Hogy, ez... hát, hogy vannak ezek a pólók, hogy nem tudod, hogy így mi alapján találják, igen, ki. Például anyámnak van egy olyan, hogy így it's gonna be a good day, és hogy tök, tehát hogy teljesen nice. Teljesen nice. Csak hogy így felveszi anyal, és hogy egyből így ez egy ilyen bizonyos anyukává válik azzal, hogy így it's gonna be a good day-es pólóban van. Hogy csak jó. Tudod, így chill, pozitív. Cheer, mom. Ilyen boldog mama. Igen. Ez egy koncepció. De hogy apámnak van egy pólója, amire az már elég, hogy original man. És nem tudom, hogy ezt hogy jártották ezt a pólót, de mindig ezen röhögök. Hogy nem transz. De az, hogy így hogy gondolom, hogy úgy van ráírva, hogy original, mint hogy mondjuk a aha. Nike Originals. Ja, csak hogy úgy van ráírva, hogy original, és mellé az, hogy man. Tehát, hogy így, mint hogyha ez így, és semmi más nincs a pólóra írva, csak ennyi. Igen, én persze. Hát és hogy így képzelem el Magyar Péter Official The Man, ezt akartam az egészből kihozni. Hogy számomra ez, hogy egy Official The Man, tehát, hogy eredeti a férfi. Igen. Szerintem úgy volt vele, hogy így lehetne kicsit faszább az Insta nevem, uh-huh. És aztán így ez volt az első dolog, ami eszébe jutott. Aztán nem gondolkozott ennél tovább, mint 2 perc. Én néztem, hogy ő most így... Ő azt mondja, hogy így hívják a követőkből a lányok. A fejében az emberek? Vagy mi? Nem tudom, hogy kicsoda, de hogy igen, ők így hívják. És ez szerintem egy ilyen brandépítés akar lenni, mint igen, a karácsonynál az apu. Az apu, ez egy igen, tehát csak ez nem egy brandépítés onnantól kezdve, hogy te találod ki a remezet, ez egy média hack. Szó szerint azt mondta, hogy jobb, mint az apu. Bármint, hogy amúgy egészségesebb, valljuk be, hogy azért társadalmilag egészségesebb úgy hívni, hogy The Man. Hogy
Persze. A man, vagy így a faszos, a töki, vagy a tökös. Mert hogy nem is a töki, hanem a tökös. A tökös. Mint az, hogy apunak hívod a kibaszott főpolgármestert. Igen, de nyilván ez egy mém. Ez egy mém. Igen, persze. És szerintem Karácsony Gergely nem hívja magát apunak. Néha elsüti így poénból, de ő is csak, tehát mémből, de hogy amúgy ez egy nagyon jó eszmefutatás egyébként, mert ezt simán nem tudom képzelni, hogy Magyar Péter megpróbál, tehát hogy Magyar Péter ezen felháborodik, hogy hát bazd meg, neki van becseneve, nekem meg nincs. És Magyar Péter meg a mémek az így köszönő viszonyban nincs a két dolog egymással. De csak nem ő készíti magát. Tehát a kurva sok mémben róla. Magyar Péter olyan lesz, mint Kanye West tudom, hogy nem történő igazából, de hogy a Fish Sticks dologgal, érted, hogy ha majd lesz egy igazán komoly Magyar Péter mém, akkor Magyar Péter lesz az egyetlen ember, aki nem fogja érteni. És úgy lesz vele, hogy de geci, miért röhögtök rajtam? Hát, miért röhögtök a faszprintemen? A faszprinten csak azért nincs felháborodva szerintem, mert azt hiszi, hogy azért röhögnek rajta, hogy így volt, jó, nagy a faszom. Úgy valószínűleg, ja. De amint jön egy kicsit is valami viccesebb mém, ahogy valami poén, vicces poszt vág, csávó, az szerintem randalírozni fog. Persze. Már most is nagyon sokat lehetne csinálni egyébként. Az a baj, hogy szerintem annyira ilyen törékeny a személyisége az embernek, igen, hogy így igen, van. És narcisztikus, igen. Tehát, hogy igen, ez benne van a pakliba eléggé. De... És lehet ez az első jel. Én annám, hogyha ezen egy csomó politikus, mindenki adna magának egy ilyen, mint a X-Menben is, hogy vadóc, meg ciklon. Vadai Ágnes, és akkor vadóc. Ő a férfi, van apu, és akkor mondjuk, nem tudom, Kunhalmi Ágnes lenne mondjuk, hogy a segg. Vagy... Hot mama! Kunhalmi Ágnes hot mama official. Az vicces lenne, azon röhögnék. Persze, de csak azért, mert Kunhalmi Ágnes. Én is nagyon szeretném, hogy a politikát amúgy levigyük egy olyan szintre amúgy, hogy szuperhős neveket adjunk amúgy a politikusainknak, és a komoly problémák helyett ilyen összecsapások legyenek, nem? Hogy a The Man a hot mamával... De csak így lenne, így... A Starbucksban. TikTok live oljon. Négy évente van Starbucks. Politikai vita az így lenne, hogy így most így apu és a férfi egymás ellen. A férfi. Hát nem mondta egyébként, hogy The Man. Az The Man, ez kicsit nekem ilyen vidéki ment. Kicsit ilyen, ugyebár folyamatosan issza a söröket, és lemegy tekézni. És veri az asszonyt. Ne adjuk ki ezt a részét vidéki mennek. Mint ha direkt hagyta volna ki Pisti amúgy ezt a részét. Igen, amúgy a így azért ne adjuk ki a lényeget, hogy kiüti az asszony fogsorát, menj oda turbó gombot. Az utolsó poszt a GRDG Instán jelenleg. Amúgy, hogy Magyar Péter arca van rajta a vidéki menet. Shit. Tényleg ez megtörtént. The Man. De. Hát igen, alapban a man helyett, ő szimplán The Man. Official. Ez borzalmas, most elkezdjük amúgy az országoknak a vezetését lehozni egy ilyen színvonaltalan dolgokra, amúgy, tehát hogy így ne haragudjunk, már így 200 évvel ezelőtt Széchenyék meg Kossuthék voltak amúgy... A legnagyobb magyar? Lehet, hogy így lenne fent. Baszeg, tényleg amúgy, tényleg. Greatest Hungarian. Official. Lehet, ez nem fért ki. Érted, hídépítésről beszéltek, meg felajánlották, érted, a saját vagyonukat, most meg Instán official the menek vannak, meg... Nem volt elérhető számuk, tehát Kossuth az fixen amúgy ilyen live-ban ugatós forma lett volna, hogy a Görgeit azt így a live-ban izélte volna, TikTok live-ban oltotta volna, érted, a Görgeit, és így köszönöm a kalapot, közben meg ilyeneket nyomtam. Csak és megint olyan érzésem van, érted, hogy mint az ilyen 40-estől a 90-es évekig, hogy így a politikába bekerülnek, érted, olyan emberek, akiknek lehet, hogy ott nem lennek, mint például Ceausescu-ék, érted, aki egy parasztember volt, a felesége, meg egy varrónő, bazd meg, tehát hogy mit keresett a felesége a bukaresti politikában, meg miért volt akadémia vezető, meg miért kellett neki metrót terveznie.
Miközben egy varrónő volt. Most meg mit keresnek érted amúgy ilyen official menek például, vagy mint Boldog Istvánok bakterok a parlamentbe. Tehát, hogy így Boldog István bakter amúgy, és igen, a parlamentben ül, bazd meg, ezt a kamerába ezzel mondom. Ezzel már rögtünk egyszer, hogy milyen kurva jó lenne bakternak lenni. Szerintem ez volt már. A legsikeresebb bakter az országba, bazd meg, aki konkrétan a bakter állásából a parlamentbe ült be, bazd meg. Az mekkora van, látod, van karrierút. Bakterként is. Tehát, hogy így én szerintem inkább egy színvonalasabb politikára lenne itthon szükség, nem pedig egy olyan irányba elmenni, ahol ilyen személyi kultuszokat építünk ki, amúgy így... Jó, persze, hogy minek hívják, ez az identity politics az angol megnevezés ennek, igen, amit nem tudom most magyarra lefordítani. Igen, de ez egy kicsit itt maga a karizmát, azt mondjuk nem nagyon lehet kivédeni a politikát, tehát ha valaki karizmatikus, arra mennek. És ezért Magyar Péter gondolom érzékelte, hogy így a... Magyar Péternek annyira mit beszédei voltak, én meghallgattam egy párat amúgy, de hogy ilyen... Hát, figyelj, most ez megint ízléskérdés. Azt akarom mondani, hogy ilyen 35-55 közötti nők, azok nagyon nagy része hotnak tartja amúgy Magyar Péter, és ez elég nekik. Ezt meg kell loagolni. Amikor Winston Churchill azt mondta amúgy, hogy a demokráciának az ellenérve amúgy egy 5 perces beszélgetés az átlag választóval, akkor így szerintem valami hasonlóra gondolhatott. Valószínűleg. Igen. De hogy ennek ellenére nem tudjuk megváltoztatni a világot. De a Dick Printedet kirakhatott több szavazóért, hogyha úgy van. Ennek ellenére amúgy én adom ezt a kórházas balhéját, ami megy éppen, hogy minden kórházba bemegy és méri a hőmérsékletet, meg balhézik, hogy itt, hogy miért nem engedik be az újságírókat a kórházba. Ezt a részét adom, de azt, amikor utána fekszik és szexin van a kanapén, azt a részt, azt így el akarom felejteni. Igen, és ilyen. És volt egy fotósút, ami szerintem egy ilyen 3 havi kontentet biztosít most neki. Nem fel akarom tudni, hogy ő most szakított egy csajjal, és a buli kellemesz arra. Én erre részre annyira nem vagyok kíváncsi egy politikus életében. Mert így, értem, hogy ő ember marad, de hogy vannak dolgok, amiket nem tehetsz meg, mert nem mehetsz el az 5 kertbe, tudod, milyen érzésem van? Tudod, milyen érzésem van, hogy így lehoztuk amúgy a politikus mint foglalkozást, amúgy az ilyen átlagos celebritás szintre amúgy. Igen. Tehát, hogy most egy közeledik, ilyen... Közeledik. Hasonló kvalitások kellenek hozzá igazából. Ez egyáltalán nem igaz. Tehát, hogy így... Már ezen a ponton... Pist, ezen a ponton egy Magyar Péter helyében lehetne egy karizmatikus influencer ember. A Valekosz nagyon sötét, de vagy érted, lehetne ott egy... Sebestyén Balázs. Simán. Ja. Puzsér Robert. Puzsérnak még lehet, de neki hogy... vannak gondolatai, érted? Tehát, hogy így ez nem egy influencer. Ugyanez megy Amerikában is, tehát hogy Donald Trump is így elképzelhetetlen volt még 20 éve, hogy ő belőle. De ez valahol tetőzni fog, srácok, és ennek így valahol nem lesz. Jó, hát ott fog tetőzni, hogy Amerikában Rock lesz az elnök. Ja, igen. Dwayne The Rock Johnson. Vagy Kanye. Én azért egy Kanye-t azt beadnék így a véghajrával. Igen, csak hát Kanye az olyan szinten tehát egy megosztó személyiség, hogy ő sosem fog nyerni. Tehát érted, most olyan, mint amikor az Idiocracy című hülyékparadicsom a magyar fordítása valamiért, azt hiszem, tehát hogy abban van, hogy a President Comanche, bazd meg, aki géppisztollyal jön be, bazd meg a kérdéskörre, és így ordítozik, meg mit tudom én, tehát hogy ettől amúgy nem állunk már nagyon messze így társadalmilag, hogy ez így elfogadott legyen. Kemény. Tehát, hogy a Dick printezés, meg a Donald Trump például, ezek a dolgok, amik nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy valami hasonló dolog, elfogadott legyen azért, tehát, hogy majd így bejön az elnök jelölt, vagy itt a miniszterelnök jelölt, vagy valaki, és így tényleg valami orbitális nagy fasságot csináljon, és az emberek tomboljanak, hogy ez geci. Yeah. Real shit. Hát ez legyen a záró gondolat, srácok. Jövő hét pénteken találkozunk a Füge udvarban. Én Krisz voltam. Én Pisti voltam.